szeretem ezt az Isten áldotta földet őslakosaival együtt, és ezzel a hittel, reménnyel és szeretettel, és Isten szent nevével fogom munkámat önérzetesen és becsületesen végezni. Rendületlenül állunk a keresztény világnézet alapján, és ezért küzdenünk kell minden olyan irányzat és törekvés ellen, amely ezzel ellenkezik. Értem elsősorban a ma annyira terjedő materialista mozgalmakat, szociáldemokráciát, kommunizmust, bolsevizmust és ezekhez hasonló egyéb törekvéseket, valamint a vallástalanságot és a vallás ellenességet is. Nagy célokat és fenkölt eszméket nem anyagiassággal, hanem csak keresztény erkölcsi alapon állva lehet megvalósítani. Önzetlenséggel, becsületességgel, tiszta fejjel, tiszta kézzel, és ami szintén lényeges, áldozatkészséggel. Irányunk épp úgy nemzeti, mint keresztény, mert csak a keresztény felfogás és szemlélet biztosíthatja azt, hogy minden nemzet teljesen kifejleszthesse sajátosságait, és egy nemzet se törjön a másiknak tönkretételére. Két dolog döbbenetes számomra ebben a rövid részletben. Ha nem tudnám, hogy kitől származik, akkor azon gondolkodnám, hogy vajon ez egy politikus mondja, vagy egy keresztény, vagy akár pap. Tehát keresztény, aki részesül Krisztus profitai küldetésében, aminek a lényege hirdetni az igazságot. És a másik döbbenetes dolog, hogy ez mennyire aktuális. Igazán, igen, mindig aktuális, mióta az ember elhitte a hazugság atyának, hogy Isten nem szereti, és elindult saját útján. Isten szolgája Eszterházy János arra hív minket, illetve rajta keresztül Isten arra hív, engem legalább úgy érzem, hogy én is rések legyek, mert különféle hazugságok terjednek, vagyis terjesztve vannak a világban, és az a küzdelem, az a harc, ami most folyik, az lehet, hogy nem annyira a nemzetek között folyik, bár ez is jelen van. De sokkal veszélyesebb az a harc, amely az a támadás, ideológiai támadás, lelki támadás, ami veszélyezteti a lelkünket azért, hogy elválaszt Istentől, aki az igazságnak és a szeretetnek egyetlen forrása. És János ezt nem engedte se magának, se bajtársainak, se azoknak, akik legalább törekedett, hogy azok, akik Isten áldotta földnek őslakosai, hogy résen legyenek, hogy ne essenek a csapdába. És kell, hogy mi is résen legyünk, és megvigyük az igazságot a természetről, az Istenről, az emberről, az ő testiségéről, a házasságról, a családról, arról, hogy bűnösök vagyunk, de van megváltás, ha beismerjük bűneinket és elfogadjuk Isten irgalmát. Eszterházy János, segíts minket virasztani is, és résen lenni is, Jézus győzelmét megtestesíteni az életünkben. Thank you.